Mirza térképe tette a kutatási alapján összeállt helyszíneket, ahol egyértelműen megtalálták Jézus nyomait, és ez a térkép így néz ki, ahogy láthatjuk. Intettem egy másik térképet, ez pedig a Szeleukida birodalom, abban a korban így hívták ezt a hatalmas birodalmat. Ez nem más, mint a Sumér, Kádeus, Pártus, Ur, Magyar, Szkíta, déli birodalom. Ugye volt az északi szkíták, ez a déli szkíta birodalom. Hogy nem Jézus pont ezeken a utakon fordult elő, ahol egyébként is a mi őseink felbukkantak és éltek. Van egy olyan rendkívül fontos szöveggyűjtemény, ami a könyv kapcsán került látóterembe. Mai napig használatos szöveggyűjtemény. Ez nem más, mint a katolikus breviárium. Ugye nagyon szorgalmas kis hittanúkerek voltam, tehát tudom, mi az a breviárium. A papok ezt óvargatják esténként, vacsora előtt, miután időszakban. Ezen elmélkednek ezeken a szövegeken. Tehát ezek nem úgymond hivatalos, vagy nem tudom, hogy nevezem, egyházi szövegek. Ez a papoknak szóló tanítási gyűjtemény, amit ők rendszeresen olvasgatnak, ezen meditálnak, és ezáltal a saját felkészültségüket növelik, meg egyáltalán a történelmi hátteret ismerik általam. Nézzük, mit ír a breviárium a Jézus apostolaira vonatkozóan. Mátéról. Nem sokára Etiópiában a Kusok földjére utazik. A királyt és annak feleségét és az egész országgal együtt Krisztus hitére téríti. Na most ez nem magyar szerzemény a breviárium, ez a vatikáni szerzemény. Ezt a breviáriumot olvassa Chicagóban is a keresztény pap. Ezt minden keresztény pap olvassa, a katolikus keresztény pap. Etiópiában, Kusok földjére. Beszéltek Kusul az apostolok? Hoppá! Kánaáni Simon és Taddeus Júdás. Ez a Taddeus Mezopotámiát, Simon Egyiptomot az evangélium prédikálásával bejárta. Azután Perzsiában találkozva, miután Jézus Krisztusnak szántan hívőt szereztek, és hitet azokon a méretlen kiterjedésű vidékeken, és azoknak a vad népeknek hirdették. András Péter testvére. Jézus szenvedése és feltámadása után András, midőn Európa Szkítiájába jött, mert provincia néki Krisztus hitének a vetésére osztály részé jutott. Európa Szkítiája. Ez micsoda? Ez a Kárpát-medence. Bocs. És ezt tanulják a papok. Mintha nem ezt mondanák a szószékről, igaz? Mintha nem stimmel a kettő. De tanulni ezt tanulják, onnan idéztem. Európa Szkítiája, az a Kárpát-medence, ott mese nincs. A galileai Tamás apostol a Szentlélek eljöttele után különböző országba indult, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdesse. A pártusoknak, a médeknek, a perzsáknak, a hirkánoknak, a baktriaknak áldotta a Krisztusi és az élet törvényeit. Végül a hindukhoz ment, őket a krisztusi vallásra nevelte. Igen, ám csak akkoriban Észak-Indiában nem a hinduk éltek, hanem pártusok, méghozzá Gondolfer volt a király, pártus uralkodó. Amit a Tamás apostolnak itt felsorolnak, az a Húni Birodalom. Egyszer egy. Bartalomé, Bertalan. Galileai apostol. Vidén az innenső Indiába indult, amelyik neki a földkeresség elosztásakor Jézus Krisztus evangéliumának prédikálása jutott. Jézus Urunk jövetelét Máté evangélium szerint hirdette azoknak a népeknek. De amit ő abban az országban nagyon sokat Jézus Krisztushoz térített, és sok munkát és kellemetlenséget elszenvedett, a nagyobb Árméniába, vagyis Örményországba jött, ott Polimusz királyt és feleségét azon kívül 12 várost a Jézus hite vezetett, ami az azon nép papjainak nagy ígységét váltotta ki. Az ő teste Álbanuszban, mely Örményország fővárosa van, ahol kiszenvedett, ott van eltemetve. Fülön. Betszajdában született, és a Szent Lélek erejével az ő Szkítiájába ment evangéliumot hirdetni, és sok hívet szerzett a hitnek.
katolikus, keresztény breviárium. Rómába írták, nem én. A katolikus breviárium tehát egyértelmű teszi számunkra, hogy Jézus egyetlen apostola sem lépett soha a római birodalom területére. Vagy elég megült a római birodalom, de nem lépett egyetlen apostol sem. Péter és igazságos Jakab ott maradtak Jeruzsálemben, majd Jakab kivérését követően Péter kisárjába ment, a sírja Antiókiában van. Szent Pétert Antiókiában temették el, most is ott van a sírja. Tehát nem igaz a pápai himnusz első sora, miszerint hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve. Péternek nem Rómában van a sírja. A Szent Péter bazilika alatt pár rabbi van eltemetve. Szent Pétert tartják Antiókia első püspökének. Tehát, hogyha Szent Péter Antiókia első püspöke volt, a kelet egyházak őt tartják első püspököknek, akkor nem lehetett egy személyben a római első püspök is. Már csak úgy helyek sem. Van köztük, hogy 2000 km-es távolság. Mirza Gulam Jézus indiai útját Izrael elveszett törzseinek a felkeresésével indokolja. Azért meg oda, hogy a eltévedett izraeli törzseket visszatérítse az eredeti bibliai szerinti hitre. Igen, ám csak ezzel van egy kis probléma. Többek közt az afgán népet is így tekintette, mint Izrael elveszett törzsek közül valókat. Abdá 24 törzsének az eredetivel magyarázza egészen pontosan. Viszont az afgánok önmagukat Pashtun néven hívják, nem afgánnak. Perzsa népek és az afgánok Pashtun saját magukról azt állítják, hogy ők szkíta származata és kusita, vagyis hun leszármazottak. Ezt ők ágában nincs magukat Héberenek nevezni. Viszont volt egy szerző, bő 140 évvel ezelőtt, aki leírta Afganisztán történetét, az ugyanis Maleson ezredes, valószínűleg, Kornel. Ő szerinte Saulnak volt két fia, Afgán és Zsalut, de senki más nem tud Saul ilyen nevű fiairól. Viszont az Afgán, mint fiú, az stimmel. Neki volt három további fia, Cseraben, Arkas és Kerlen, és őtőlük származnak az afgánok mind a 24 törzsük. Nézzünk meg ezek között a törzsek közül néhányat, mint elveszett izraeli törzseket. Abdál, Abda község Győr mellett. József vezír, ezt nekem magyarázni. Egészség. Berics, magyar családnév. Kugián, Kugár. Perzsa család és településnév. Csirán. Csirán, Csorán, Csorna, szintén magyar településnév. A 24 törzsből a kétharmad részét magyar, ma létező kifejezéssel minden nehézség nélkül be tudjuk azonosítani. Tehát véreink magyarul. Nem véletlenül írták a talibokat ilyen bőszen és kegyetlenül, a talibok zászlója a piros fehérző. A karácsonykor megjelenő könyvemben, az Ázsia tiltott régészetében nagyjából 20 olyan ázsiai népet és országot szedtem össze, melynek zászlója piros, fehér, zöld a mai napig. Nyilván a szimbólumrendszer népi azonosságot és nyelvi azonosságot is valahol jelent. Tehát úgymond elveszett izraeli törzsek nem igazán izraeliek, és nem is igazán vesztek el. Mi történt, hogy Jézusnak az alapját is kicsikét jobban pontosítsuk? Jézus Júdea jogszerű és törvényszerű trónörököse volt. A keresztére ez volt felírva. Jézus Nazarenus Rex Judaeorum. Jézus nagyúr Júdea császára. A Nazarén nem várost jelent, nem volt ilyen város, hogy Názáret. 300 évvel később jött létre, mint ahogy Jézust kivégezni akarták. A Nazarenus az más jelent. Júdea, mint tartomány, és nem pedig a zsidók királya, picikét elcsavarták a fordítást. Ez áll a kereszten. És hogy
hogy miért ez áll a keresztény, és hogy ez miért nem az én találmányom, ez a csecsemő gyilkosságnak a elrendelése Herodes által. Azt hittük sokáig, hogy hát ez egy olyan szép történet, hogy a Herodes megparancsolta, hogy ki kell végezni minden három évesnél fiatal gyermeket. Ez csak olyan népi folklór, ez nem kell komolyan venni. De megtalálták a hasonló, bocsánat, a erre vonatkozó rendeletet. Valóban Herodes elrendelte a csecsemőgyilkosságot. Miért? Mert ő pontosan tudta, hogy Jézus a jogos trónörökös, őt meg a romulják adták a trónra. Tehát meg akart szabadulni a jogos trónörököstől. Nem bírt, mert elmenekültek Egyiptomba. Na most Jézusnak a hatalom átvétele, a bevonulása Jeruzsálembe nagyon szép esemény volt, de nem sikerült folytatni, mert Júdás elárulta Jézust. És ekkor sikerült elfogni. Kivégezték volna, hogyha Pilátus és József, arimatei József, aki nem volt más, mint Jézus apósa, és Mária Magdolna nem kötnek egy ilyen titkos egyezményt, miszerint Jézust nem fogják ténylegesen kivégezni, csak elősen megkínozzák. És miután túlélte a halálát, elmenekült, miután felépült Indiába, méghozzá Mária Magdolnával együtt. És érdekes, hogy említem, hogy velük tartott Szűz Mária is, az ő sírja Pakisztánban van, jelenleg is megtalálható, abban a könyvben, amit említettem, szerepel. Tehát ismerjük, hol van Szűz Mária sírja Pakisztánban, ott egy minkben tévéadó mellette. De megvan a sír, tehát tudunk róla, meg az ottaniak is. Eleve el is van fölírva a sírra. Mivel nem sikerült elfoglalni a jogos trónját Jeruzsálemben, elment a saját népeihez, a saját rokonaihoz, és hogy az apostolok nem valami pecás, halász, nem tudom milyen népség volt, erről viszont a pásztor Jakab, aki szereti amerikai lína nevét, egyébként magyar ő csak így írja, a Jézus dinasztia című könyvben szenzációsul levezeti, igaz más szándékkal, mindegy, hogy Jézusnak a rokonsága hogy épült fel. 12 apostolból több mint a fele a saját testvére, vérszerinti testvére vagy féltestvére volt. Igazából ők alkották Jézusnak a kormányát, és egy nagyon komplett kormányprogrammal rendelkeztek, ezt a bizonyos James pásztor szépen leírja. Viszont nem sikerültek a tervék, mert az arabok már akkor elkezdték a északra nyomulást, Európában ugye egészen spanyol fészékeknek a felét elszedték. Ami ebből a témakörből fontos, azt megismétlem, Jézus tanítása keretre indult, illetve északra, a keresztény egyház, a katolikus keresztény egyház pár rabbi tanításain nyugszik és alapszik. Egy nem túl régi felismerésemet teszem ide hozzá, téma zárására, ez pedig az, hogy Jézusnak a neve a Koránban Isa. Tehát nem Jézus vagy bármilyen hasonló, a Koránban Jézus neve Isa, Isza. Gondolom, mit kell ejteni. És akkor elgondolkoztam, mi az Isza, hogy ezt hogy kéne ezt értelmezni, és akkor eszembe jutott, hogy egyetlen, akkor csak egyre tudtam, hely van, ahol ez a szó magyar nyelven szerepel, én magyar szemmel próbáltam kutatni, ez a bizonyos, ha látjátok, feleim szüntükkel, mik vagyunk, isákkor és hamu vagyunk. Isa. Oké, szuper. Próbálkoztak ezt az isát visszaadni ebben a halotti beszédben, hogy iszen, vagy hiszen, vagy bizony. Aztán volt, aki azt mondja, hogy ez egy izzópor és hamu vagyunk. Nem jó. Tehát egyszerűen nyilvánvaló, hogy a rovásjeles írás írták a latin betűkre, ugye ez kétség nem fér. De az isa az három betű. Tehát akármilyen latin valaki, aki átvitt a rovásjelet latin betűre, három betű csak tudod ismerni, tehát nem egy bonyolult szó. A vonyunkkal már meggyújtok, vagy a szüntükkel, azok már nehezebb volt neki, és az három betű, az nem probléma. És akkor később jutott eszembe, hogy nekünk van egy isa szegnyen településen, könyörgöm. És sehol a világon máshol nincs ilyen jelenlő település, hogy isa szegny. Hát ebből az isa nem lett hiszen szeg. Izzó szeg. Hát oda csak akkor az ízlik, az persze, oké, de itt nem erről van szó. Az isa szeg, ebből az isa, az nem más jelent, mint ősi, illetve ős a társzólással. Ős a. És van ilyen hely, hogy isár, egy picit már módosított,
kiejtés, picit más is jelent. Ez a Kolozs megyében van, ez az ősi úr, ez van összetömörítve. Na most, ugye ma is használják a fiatalok is ősöm kifejezést. Jézus idősként került arra a területre, ahol Isának nevezték, és hogyha ezt a teljes alakot, hogy idősa, ezt össze valami és gyorsabban próbálom kiejteni, akkor ebből szépen ki az Isa rövidített kiejtés. És csak az jön ki, csak magyar nyelven jön ki. Tehát Isa, ősi, ős, idős, idős tanító, a korára utal elsősorban. Ennyi volt az első könyv, első kötet, és most nézzük meg a második részt, így már sokkal rövidebben. A Levi Dowling volt a vízöntő evangéliuma kötetnek a szerzője, skót és velszi felmenőkkel. Nagyon otthon volt a vallásban, 13 éves korában már nyilvános vitát folytatott az egyik presbiter előjáróval, méghozzá a bűnösök örökkévaló szenvedésének témájában. Ha az Isten irgalmas, akkor egy bűnös miért szenved örökké? Ugye az Isten irgalmasságát megkérdezi. Ezen lehet ugye teológiai vitákat folytatni. Már 16 évesen prédikált, egy kisebb egyház pásztoraként, 16 évesen. És ő szónok volt Lincoln elnöktemetésén. Tehát nem akárki, nem egy ilyen kis pályás lelkész volt, nagyon szépen fölívelt a pályája. És már gyermekként felismertem, hogy érzékeny a finom ételekre, skaráterekre mondjuk most fizikáló, és képes ezeken a ételi síkokon, vagyis skalár hullámrezgéseken gondolkozni, ezekben képes belenézni, onnan képes kiolvasni információt, magyarul hozzáfér a közös tudatmezőhöz közvetlenül. És ez tanulmányozta is ezeket a mezőket. 40 évet töltött azzal, hogy ilyen jellegű tanulmányokat és kutatásokat végzett, és sikerült utána már tetszeresen eljutni ebbe a bizonyos szellemi felébredés állapotába, amikor szabadon tudta vizsgálni, kutatni ezeket a szuper finom ételeket, vagyis a skalártereket magyarul. Ismert és vált ilyen munkássága révén, és meditációkba süllyedve képes volt felidézni korábbi eseményeket, és ezt meg tudta csinálni tetszeleges alkalommal. És ezt arra használta, hogy többször visszament ugyanoda, akár a saját gyermekkorába, hogy leellenőrizze, hogy tényleg működik-e ez a jelenség. Tényleg képes-e látni. Tehát jól gondolkozott, mert tesztelte a saját képességeit, és ez pedig nagyon fontos tudományos elv, hogy teszteljük a képességeinket. Nagyon sokat töltött az Isteni Emlékek könyvének tanulmányozásával, mert ugye ahogy mondtam korábban is, Akasa Kronika néven ismerünk, és az ő átírása vált közismerté a Vízöntő Evangélium címmel. Az eddigiekből kiderülhetett, hogy ez a Vízöntő Evangélium, ez egy ihletett evangélium. Isteni indítatású evangélium. De egyébként ezt tartják a kánonban foglalt evangéliumok is, hogy isteni ihletettségűek, az Isten diktálta őket, úgymond. Akkor miért írtak bele 30 ezer vers? Jó, mindegy, másik kérdés. Tehát helye van, magyarul ezt akartam bele kihozni, az egyházi irodalomban az ihletettségnek, az isteni forrásnak ilyen módon az egyház elfogadja ezt a fajta érzékelést, mint hiteles kapcsolatteremtési mód. A mormon egyháznak is ugye elég alaposan ezen alapszik a, elég alapszik a hite. A maróni angyal diktálta a John Smithnek a mormon történeteket. A látomás a gyermekkorában egy fehér város megépítéséről szólt a látomás, amit meg is próbált megcsinálni a későbbiekben, 1904-től indulva. Vett egy szép nagy parcellát a Kármelhegy mellett, és felosztotta ezt a
320 hektárnyi földet, minden család, aki odament, kapott egy kis parcellát, Hermosa Beach és Redondo Beach között, és ami érdekes lehet számunkra, hogy gnosztikus gondolkodású embereket fogadott be főleg, és arra törekedett, hogy felépítsen egy egész várost, egy hatalmas nagy templomot, a ragyogó fény templomát, ahol ő lett volna a prédikátor. De tervezett elektromos erőművet, mindenféle városi egyéb szolgáltás. A könyvét, amit megtartunk ebben a bizonyos Jézus Indiában című könyv másik részeként 1980-ban írta, és ő azt látja erről, hogy ez Jézus valódi története, hiszen ezt látta. És minden, ami ebben szerepel, az Akasa krónikákból származik. És egyúttal megmagyarázza Jézusnak az eltűnt 18 évét, 12 éves korától 30 éves koráig, tehát gyermek és ifjú korára utal Jézusnak ebben a munkájában főleg. A történet nem halt meg az ő halálával, az Egyetemes Vízöntő Egyház a mai napig követi Darwin írásait és tanításait, és a New Age filozófiát is, és Darwinot emelkedett mesternek tartják. A látás, azaz más szóval a távérzékelés, nem ismeretlen fogalom, de 70-es években Ingo Swann kidolgozta ezt a katonai célokra, amelyeket később a Monroe intézetben használtak is kémkedési célokkal a szovjetek ellen, illetve az oroszok is csak visszafelé. Ez egyfajta paraképesség, de el lehet sajátítani. A honlapomon fent van a különböző technikáknak a leírása, bárki megtanulja. Ebben nincs semmi úgymond ördöngőség, vagy semmi különös adottság, rengeteg sok gyakorlás van mögötte, az kell hozzá, de már az embereknek ki segítség, és akkor ezt meg kell tenni. Nem idegen a látók alkalmazása a rendőrség részéről sem. A legnagyobb magyar ilyen jellegű látnok Kele János volt, nagyjából 100 évezett élt és tevékenykedett. Ő eltűnt személyeket keresett meg, és nagyon nagy sikerre és pontossággal. Annyi volt a kérése csupán, hogy a eltűnt személytől valamilyen tárgyat adjanak neki a kezébe. Zsebkendő, tóla, akármit, ami a keresett személy volt, és meg tudta azt mondani 90% fölti pontossággal, tehát nagyon jól dolgozott, hogy éle még az illető, tehát keresjük. Ha igen, akkor hol van? És nagyon döbbenetes volt a képessége. Karintinak volt egy nagyon szép zöldkövet gyűlője, odaadta neki, hogy János bátya, mondja már meg, hogy a gyűl ez honnan származik. És Kele János megfogta a kezében, koncentrált, és elmondta, hogy mettől melyik török pasája volt. És valóban így volt, Karint emlékezett rá, a felmenői mesélték neki, hogy hogy került a család, és egyáltalán hozzá, valóban egy török pasály volt a gyűlő eredetileg. Tehát egy tárgy alapján tudott rákapcsolni a rezgésekre, a gyűlő tulajdonosaira, hiszen a gyűlő hordozta a tulajdonosainak a rezgését, Kele János csak egyszerűen kiolvasta. Tehát ez fizika, ez működő fizika, és aránylag jó a pontossága is az ilyen jellegű információknak, ha valaki jól gyakorlott persze. Aki jó gyakorlott és nagyon jól tudja ezt a módszert, igen pontos infókat tud összegyűjteni, viszont ahogy ilyen esetben is, az érzékelő személye, tehát az, hogy ő neki milyen hitrendszere van, az általa látott dolgokra rányomja a bélyegét. Nem tud senki megszabadulni a saját világnézetétől, saját hitrendszerétől, nyilván az alapján fog látni a színszűrő keresztül, ami az ösztönünk van, és ezért nem árt az ilyen dolgot kritikusan kezelni, de mindenképpen van létjogosultsága. Már csak azért is, mert Jézussal kapcsolatban olyan tényszerű adatokat közöl, amelyeket vagy mondákból, vagy még onnan sem ismertünk. És az a fantasztikus, hogy ez a jó ember ez durván 100 évvel ezelőtt írta ezt a könyvet, azóta azért elég sok szöveg előkerült, és elég sok ismeret jutott a birtokunkba, igen sok ponton alátámaszták az ő látásait. Mindenképpen érdemes forgatni,
Igaz, hogy a hegyi beszédpont nincsen benne, de hát attól függetlenül nagyon sok minden más benne van, és tényleg rendkívül érdekes az a szöveg. Olyan tíj anyagból találkoztunk tehát, ami segít nekünk betekinteni az ókori világ gondolkodásába és a hétköznapoknak a történéseibe. Nyilván el kell venni a szövegeiből a meseszerű túlzásokat, mert azok nem tartoznak a Jézus-Valdi személyiségéhez, de hozzá kapcsolták. Nagyon fontos dokumentum abban a szempontból, hogy által egy jóval pontosabb Jézus kép tárul elénk. Ez úgy lehetne még jobb, még pontosabb, ha mások is kipróbálnak az ő módszerét, mások is megpróbálnak ezeket a látásokat végrehajtani, és akkor lehetne finomítani a eseményeket még inkább. Ennek van létjogosultsága. Ő is azt leírja, belátja, hogy Jézus utató proféta volt, nagyon sok helyen járt a világban, csak más korba teszi, mint a Mirza. Egy kis szakaszt választottam ki ebből az evangéliumból, ezt felolvastam zárásként. Íme azért jöttem, hogy példaképül szolgáljak az emberek fiainak, és nem tagadom meg a segítségnyújtást. Amikor teljesítettem a hét próbatételt Héliopolisban, felszenteltem az életem és mindenem, ami volt, hogy megmentsem a világot. A judeai pusztaságban az emberek legerősebb ellenségével küzdöttem, és megerősítettem a felszentelésem az embertársaim szolgálata felé. A nehézségek és a megpróbálások idején nem inogtam meg. Amikor hamis vádak értek, nem válaszoltam. Az Isten megadta a megmentő szót számomra, és gyakran kimondtam, és gyógyítottam a betegeket, és kiűztem a tisztátlan szellemeket, és feltámasztottam a halottakat. És megmutattam nektek, hogyan mondjátok ki a szót, és megadtam nektek a szót. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani, várom a kérdéseket. És az a szó ez rendkívül érdekes ebben a összefüggésben, hiszen van ilyen hagyomány, hogy Jézus hangrezgéssel gyógyított. Kimondtam a szót. Tehát nagyon sokat lehet ebből tanulni ebből a könyvből. Tele van ilyen érdekessége, amit át kell gondolni alaposan.